Hírstúdiónk vendége Földváriné Simon Ilona, a Nagykun Református Általános Iskola igazgatója. Megtörtént a beiratkozás, a részletekről kérdezzük. Mai vendégünk Földváriné Simon Ilona, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolának az igazgatója. Köszöntöm igazgatónőt, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Már tart, folyamatban van a beiratkozás, mit lehet róla tudni? Igen, a beiratkozásnak a következő tanévre azt kell, hogy mondjam, hogy vége van. Április 6-án, 7-én és 8-án, tehát az elmúlt héten húsvét előtt beírtunk. Ezt is sikerült jól előkészíteni. A szülők február végéig visszahozták az iskolánkban az a jelentkezési lapokat, vagy szándéknyilatkozatot. A szándéknyilatkozatban kifejezték, hogy ők szeretnék a gyermeküket a refi általánosba iratni, tehát egy adathalmaz már rendelkezésünkre állt. 68-an hozták vissza a szándéknyilatkozatot, és pontosan 68 szülő íratta be a gyermekét iskolánkban, tehát november eleje óta körvonalazódik, mert akkor indult iskolánkban az előkészítő foglalkozásnak az első alkalma. Akkor is láttuk a nagy érdeklődést, tehát láttuk, képbe voltunk, hogy azért a három osztály már körvonalazódott, és most a beiratkozás után megnyugtatóan tudom elmondani, hogy végül is a három osztályt sikerült beindítani. Nagyon nagyszerű dolog az, hogy ugye van a városban református általános iskola, és aki a 8. osztály végére ér, itt beszéltünk a ballagásról, adott az a lehetőség is, hogy folytassa ebben a szellemben a tanulmányait, és át tud menni a református gimnáziumba is. Igen, hát ennek mi is örülünk. Az általános iskola az tulajdonképpen jelképesen, mondjuk azt, hogy a törzs, a gimnázium a fej, és nagyon sokan választják a egyébként jó működő és jó hírnévnek örvendő Karcagi Református gimnáziumot. A 8-os tanulóinknak jóval több, mint a fele a gimnáziumban fogja megkezdeni a tanulmányait, és a láb még hiányzik, a református óvoda, de én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a beindítása sikeredni fog. Igazgatónő, én megköszönöm, hogy itt volt stúdiónkban, és elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.